Az erdélyi tanintézmények többsége betartja a tűzvédelmi szabályokat. A megyei katasztrófavédelmi felügyelőségek, illetve a tanfelügyelőségek ezt annak ellenére állítják, hogy korábban Szorinköm János ügyvívő miniszterelnök azt nyilatkozta, az iskolák kevesebb mint 10%-ának van csak tűzvédelmi engedélye. Nincsenek felkészülve a romániai iskolák egy esetleges tűzeset kezelésére, legalábbis erre enged következtetni a tűzvédelmi engedélyek hiánya, ismertette az aggasztó valóságot Szorinköm János. A 19 ezer romániai iskolák mindössze 7%-ának van meg a tűzvédelmi engedélye, ez a valóság. Maros megyében éppen ellenkező a helyzet, nyilatkozta híradónknak Stefan Szomesán. Maros megyében nagyon jó a helyzet. Ugyanis a 71 iskolaépület mindössze 8%-ának nincs meg a tűzvédelmi engedélye. Az iskolaépületekben vannak vészkijáratok, tűzoltópalackok és tűzcsapok is, tette hozzá. Kolozs megyében eddig a tanintézmények mintegy 80%-ában végezték el a tűzvédelmi ellenőrzéseket. Török Zoltán azt mondja, az iskolák számottevő többségében nincsenek gondok, de Szorinköm János nyilatkozata félreértelmezhető lehet, ugyanis csak bizonyos ingatlanoknak van szüksége tűzvédelmi engedélyre. Azok az épületek, amelyeket 1992 előtt építettek, azoknál nem szükséges. Tehát felvettük a kapcsolatot, és igenis a válasz az volt, hogy itt nem szükséges. Azoknál az épületeknél, amelyeket 92 után építettek, azoknál igen szükséges, és ezeknél az épületeknél meg is van. Tűzvédelmi engedélyeztetésre szorulnak ugyanakkor azok az ingatlanok, amelyeknek módosították az épület teherhordó szerkezetét. Szatmár megyében a tanintézmények kétharmada rendelkezik tűzvédelmi engedéllyel vagy jóváhagyással.